Üdvözlök mindenkit a Kisvárdamasztai Gudese Siófukáci mérkőzés sajtótájékoztatóján. Üdvözlöm a vendégcsapat vezetőjegyzőjét Urusz Bragárdot és játékosát Suk Nellit, és a hazai csapat vezetőjegyzőjét Bakó Botondot és játékosát Karni Szabinát. Megkérném a Siófok vezetőjegyzőjét, értékelje a mai találkozót. Yes, you know, after the match it's easy to be smart, but you know, I saw the two equal teams, you know, especially the both goalkeepers in the first half are really outstanding on 50%. Just a warm bit, please. Meccs után könnyű okosnak lenni, viszont két kiegyenlített csapatot látott az első félidőben és két nagyon jó kapus teljesítményt. We took advantage in the second half, and then happened like this that we still continued scoring, but Kisvárda didn't stop because Marina Rancic was good on the goal. De a másik félőben kitudtak előtteni egy előnyt, amit folytatni tudtak, és támadásban megtalálták a jó megoldásokat, hátul viszont a Rajčić kiemelkedően jó védett. And when, of course, when we smelt that we can win, then of course we held it with both hands and we use it, but Kisvárda missed. És amikor megérezték, hogy megjelent a meccset, azt próbálták megtartani, megadatták és tartották körömmel, foggal körömmel, amíg mi belehibáztunk a játékban. We came here in Kisvárda with big respect. Nagy tisztelettel jöttek ide Kisvárdára. Also, I'm proud of my girls because we traveled today, we didn't sleep before and we fight really for the colors of our club. Büszke a csapatára, jól küzdöttek a lányok, és jól küzdöttek a klubér és a győzelemért. Köszönjük. Megkérnélek Nelly, értékeld a mérkőzést. Mi nagyon sokat készültünk erre a mérkőzésre, és én úgy gondolom, hogy ennek meg lett az eredménye. Első fél időben nagyon sok zicsert hagytunk ki, de ez ma belefért, és szerintem ezt a meccset a védekezésünkre és a kapus teljesítményen nyertük meg. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy sikerült ezt a két pontot elhoznunk innen, mert ez nekünk most nagyon kellett, ez nagyon fontos volt. Köszönjük szépen, megkérném Bakó Botondot, értékelje a mai találkozót. Mindenkit gratulálok a Siófoknak a győzelemhez. Sajnos azt gondolom, hogy a mai napon csak a kapusik kézabdáztunk jól. Sajnos a felkészítésben valamit elhibáztam, és valami félrecsúszott hívet, mert gyakorlatilag a csapat nem tudta megoldani a kapussal szembeni szituációkat, és Rajčić annyira elbizonytalanította a támadósorunkat, hogy utána már hitehagyottá vált sajnos a csapat, ami nem jellemző ránk alapvetően, és az utolsó 10 percre a védelmünk is teljesen szétesett, holott még a másfél idő közepén is két gólon voltunk, és minden lehetőségünk meg volt, hogy megforduljon esetleg az eredmény, de gyakorlatilag kis tudással bármit lőttünk, és bármit csináltunk, a Rajčić hátul kifogott meg rajtunk. Aztán az utolsó 10 percben a védelmünk is instabil lett, és amíg az első fél időben kompenzáltuk azzal, hogy nálunk is egy jó kapus teljesítmény volt a Kiki személyében, a második fél időben viszont már nem jött ez a stabilitás, és az a kiemelkedő kapus teljesítmény a másik oldalon megmaradt, és ennek köszönhetően egy szégyen teljes eredmény alakult ki. Nem vártam és nem gondoltam, hogy ez előfordulhat, mert jónak éreztem magunkat, és stabilak is voltunk, azt gondolom az első fél időben hátul, továbbra is hangsúlyozom előle a kapussal szembeni párharcok elvesztése határozta meg a mérkőzést. Köszönjük. Megkérném meg Szacsa, hogy értéked a mérkőzést. Először szeretnék gratulálni a Siófoknak, mert megérdemelten nyertek. Nagyon nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után, mert mint ahogy a Boti elmondta, egész héten jól edzettünk, jól csináltuk a dolgokat. Amikor beszélgettünk a taktikáról, mindenki tudta, hogy mi a feladata, mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia. Ennek ellenére a meccsen ezt mégsem tudtuk, vagyis de meg tudtuk valósítani, mert eljutottunk a helyzetekig, csak nem tudtuk őket belőni. Én nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, és szeretnék leginkább a csapat nevében Botitól elnézést kérni, mert én azt gondolom, hogy abszolút jól felkészített minket. Ez a mi hibánk, hogy eljutottunk az ígyszerekig, és csak okosan be kellett volna lőni.
tényleg tudok mit mondani, nagyon csalódott vagyok, hogy így alakult ez a mérkőzés, mert azt gondolom, hogy ha okosabbak vagyunk és fegyelmezettebbek, az itt szeretnél, akkor ennek a meccsnek nem így kellett volna alakulnia, még hogyha ki is kapunk, az a szomorú, hogy ennyire simán kaptunk, és talán ez a legfájóbb, hogy ennyire harc nélküli volt ez a mérkőzés, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez a november ez nekünk kedvezni fog abból a szempontból, hogy rendezni tudjuk a sorainkat. Köszönjük. Sajtó részéről van egy kérdés. Köszönjük az értékeléseket.